Szerepesen vagyunk, gyönyörű pálya, csend a másik oldalon, itt pedig őrület lesz. Albidog FC vendégségbe érkezett, Kerepesre, sárgába a házigazdák, és itt vannak azok, akik szeretik az itteni csapatot, nagyon szép öltözőik van, jó az idő, pillanatok múlva kezdődik a mérkőzés. És elindult a sportkonvoj. Hiába keresik a harmadik partjelzőt, csak ketten vannak. Varga Zoltán játékvezető és a fiatal Somkuti Dániel. FC Albidog, őket hallottuk. És a kerepesi VS-e és a csapatok. A kerepesi VS-e Horváth Péter csapata. Molnár kapuban Földesi, Bak, Benkő, Hőnis, Nyillas, Jakab, Trufán, Szigetvári, Dani, Forika, Szabos, Albidog, Sas István, Vitéz Márk, Puskás Ádám, Margitics, Nadinho, Nagy, Rolland, Vég, András, Varjó Pátrik, Palotás, Szebi, Kész Tibor, a csapatkapitány, Horváth Gergő, Rozman Sándor, az edző, az FC Albidog elnöke Ötvös József. Figyelem, elkezdődik a mérkőzés, mindenkinek jó szórakozást most. Óriási kapuralövés, nagyon jó volt. Molnár tudta, látta, szemüveg nélkül, kontaktlencsével jött ki a mai mérkőzésbe, és sárgába a hazaiak próbálják. Vég Andrásnál, most megy el a labda, Nadinho beadná, száll a labda, kipattan. Vég András kapásból lő egyet fölé. 1 méter 27 centire mutassa a kapufa, be van állítva az óra, visszakerül. Patrik, próbálták beledarálni a frissen kaszált főbe, még ezen gondolkoztak, Márk adja be a labdát, ajjajjajjajj, Vég kapásból lő egyet, ott van, gól! Vég kapásból, Maugli a dzsungelből, gól! A 14. percben, Andrej, és ezt így kell csinálni, micsoda puska lövés volt, tessék megnézni, mi on is kezdődők, Márk kezdett, Márk, visszakerül Márkhoz, beadja a labdát, végig leveszi, nem gondolkozik, kapásból bomba lövés, mint egy hátizsák show, úgy ment ez a labda. Apá, a gesztenyét kivették. Nagyon jó oldják meg a labdát, de vég, húzd meg, és Horváth indul be, 16-oson belül feldarálják. A bíró azt mondja, legyen egy 11-es. Minek? Hát azért. Ezért. Egy hamburgert próbáltak Horváthból csinálni, egyenlőre, mint zsíros kenyér, áll oda. Játékvezető friss levegőt fúj, Horváth, gól! Horváth berúgja a 36. gólját. Hol van az öröm? A kutya úristenit. Nincs öröm. 2-0. Rókamóka elmegy egyszer vissza. Erigy, kivágják a labdát, Kész Tibor, lőnek, ajjajjajjaj, szöglet, második szöglet. Hűnis, a csapatkapitány, az ő labdája most valamit érni fog, olyan érzése van, fent vannak a brazilok. Szépen száll a labda, Margitics, micsoda! Kontratámadás, Szebi indul el, ott megy vég, Szebi megy, még mindig Szebi, beledarálja, a bíró azt mondja, legyen szabadrugás, vég elvízik gyorsan a szabad, kik, opá, gól, nem, mit védett Molnár?
Tessék megnézni még egyszer, micsoda labda kész leveszi, Rőkapul és Molnár, a Párduc, gumiember, kinyújtózik, és a körmivel kivéte a biztos gól. Bravo, negyedik szöglet. Meghívta egy táncra a csatát, Szabost. Micsoda passz, micsoda bejátszás, és a kapus, Molnár, ott állt, ahol kell, tudta, mit kell csinálni. Óriási kidobás! Elkezdődik az a játék, amik az albidok szereti. Elveszük a labdát, és támadást viszünk. Elveszük, és támadást. Nem húzzuk az időt, nem adjuk haza, mint a nagyok. Mi csak amatőrök vagyunk, aki dupla szívvel játszik. Vitéz. Jaj, de szépen ment el, add be, kivágják. Fel a tetőre, ki az utcára, ott áll egy taxis, visszarúgja a taxis a labdát, apám, a kémény seprő rúgta vissza. Ki? Ajajajaj, palotás. Csak csúsztatni kellett, a labda pedig eltalálta a fejét. Nadinho. Egy Patrik jobb oldalon, beadja, beadja! Aj, de nagyot védett Molnár! Szép kapuralövés volt. Tibor melegít befele, a második félidőben lesz két gólja az edzésen. Nagyon jó. Kész. Még mindig kész. Hagyjad! Elment Szebi, palotás. Jó, még mindig palotásnak. Most add be a labdát. Most add be a labdát. Ki van ott? Kapásba mellé! Gért kapott a labda, Richard Gért, és jobb oldalon ment el úgy, hogy Szebi csinálta a cirkuszt, és a labda odapattan kézhez, és kifele rúgta. Ha befele emeli, nagyon szép volt. Hatodik szöglet. A sírokon túl, és vége az első félidőnek. 2-0-ra vezet a vendég Albidok FC csapatok Kartalból, Víg András és Horváth Gergő góljaival. Szünet következik, jövünk vissza, nézzenek minket, mert ha minket néznék, saját magukat láthatják. Hűn is! Száll a labda. Mellé! Szép volt, éreztem, érezni lehetett. Hőn is Krisztián, a csapatkapitány, és valaki fején landolt a labda. Vég, 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 jön a végállomás félpályáról. Gyere, Szebi! Jó, Nadimov, 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 Nadal, ott van öngól, nem, szöglet, hetedik szöglet, de szép lett volna ez a támadás, hetedik szöglet, száll a labda, ott vagyok, fölé, Margitics, ez az ő kedvenc stílusa, feljövök, feljelek, és megyek vissza a helyemre. Sas kapott labdát, kibunkózza, palotás hagyja, ez az, és elindul palotás, kapásból lőd be azt a gól, nem, lőd be, gól! Gól, 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 37-ig gólját rúgja Horváth Gergő. De szép támadás volt, itt kezdődött, amikor összeütköztek, és ott fejeződött be. Tiki-taki, óriási beadás, Víg csinálta a cirkuszt, és a Bohóc bevágta. Horváth, 3. Hogy van a himnuszban? Tessék? Hogy van a himnuszban, Horváth? Mindenki kész, száll a labda, és Sas. Kapuralövés volt, apám, észre se vettem. Rozmant láttuk. No, no, no.
Jaj, de veszélyes volt. Na végre Szabos Zsolt végre eltanálta a kapu felé irányuló labdának a tempóját. Csere! Puskás! Gyere Puskás! Megy Puskás! Még mindig Puskás! Micsoda labda, apám! Micsoda labda? Nadinho! Nadinho! Horvát! 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 Erre óriásit védett! Edgar Marocán bemutatkozott, és Molnár Péter pedig azt mondja, én már régen itt vagyok, még mindig ott a labda, Puskásék. De Hőn is tudja, hogy mit kell. És kapura lő. Kipattan a labda, lepattan, ott a labda, és kimegy. Nem, 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 Szabos! Most adja be a labdát. Alekszovics volt az, aki odafejelte, ahova állt. Béres örül. Puskás rúg-e gólt, ez a nagy kérdés, de egyenlőre ad egy óriási labdát Nadinho. Na, 15 perc maradt hátra, 3-0, sablonos eredmény, vég, emeli a labdát. Erigy, 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 vas, 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 vas. A vas, 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 gól! Gól! Bejött Vas, és rugott egy gólt. Végtől indult, tessék megnézni, végtől indult, majd Vas hagyta, hogy átpattanjon, szerencséje volt, szaladt is befele, és micsoda labdát kapott a csapatkapitánytól. Nem ő rúgta, hanem nesze Vas! Rúgd be, és nem bombázta föl ő, mint a nagy sztárok, hanem begurította kulturáltan. 4-0. Kizmán, 30 méter, kapura lő, nem, ott van Nadinho, lepattan, elpattan a labda, de kár volt érte. Puskás, Puskás, ez most már elmegy végig. Lő egyet kapura, és ott van, és a kapus, Molnár Péter. Puskás földön maradt, és Nadinho csinál egy cselt, és Kizmán. Majorkába raknak a szülei. Hopp, megint átverés. Puh, add azt a labdát. Lőd. Ja! Gól, 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 gól. A csapatkapitány mégis vastul visszakapta a labdát, és egyszerűen berúgta a 20. gólját. Kész Tibor. Kisbirtok, nagybirtok, az albidokkal nem birtok. 10 perc maradt hátra, ott volt a les, és innen rúgják, 10 méter. És Béres a király. Ott van, ott van! Szopacs! Hűn is! Száll a labda, száll a labda, fölé száll. Rajta volt Béres. Benkő Lajos, 13-assal. Vég, Vég András, végállomás, Nagy Nándi. Nadimov, Nadinho, Nadinho! Hát miért nem ment érte? Nadinho, micsoda lövés! Mit szólnak a brazil rokonaid? Puskás kapura lövi. Figyeljétek! Ebből nem lesz gól. És a bíró azt mondja, elég volt. Köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, 5-0-ra győzött kiutazáson az Albidok csapat a Kerepesi VSE ellen. Jó csapat, szép pálya, jó társaság. Kívánunk nekik sok sikert. Horváth 2 gól vég, Vas István és Kész Tibor is betalált a hálóba. Nézzenek minket, mert ha minket néznek, saját magukat láthatják.